Oké, srácok, szóval mai történetünk szilveszterkor kezdődik, ahol... Nem! Megbeszéltük, hogy nem beszélünk arról a szilveszterről! Na igen. Tehát épp békésen teázgattunk Kristófékkal, és a materialista lételmélet alapjairól vitáztunk a lehető legkonszolidáltabb keretek között. Szia anya, amikor is a túltöménte a fű, hogy nem eszemet vette, és azt találtam mondani, hogy Kristóf! Januártól eljárunk kondizni! Bal szerencsémre pedig ezen kijelentésemet a következő válasz követte. Oké, holnap? Úgyhogy igen, idén én voltam az a gázarc, aki jútúrót meghazudtoló eredetiséggel megfogadja a lehető legsablonosabb újévi fogadalmat valaha, és életében először a gépek használatához teljesen fogalmatlanul elmegy kondizni. A legtöbb ilyen egyed átlagosan január közepén dönt úgy, hogy köszönöm a lehetőséget, megyek az a Legend of Zeldázni, viszont most júliusban én meg még mindig tolom, szóval, ja, legalább kitartó vagyok, vagy mi. Mivel életemben ekkor léptem be először egy edzőterem ajtaján, fogalmam sem volt, hogy mire számít, csak talán a leginkább valami ilyesmitől féltem. Nézzétek, megjöttek a nyápicok! Fehérje banda! Terrorizálásra felkészülni! Ez a magatartás viszont nagyon nem bizonyult jellemzőnek, épp ellenkezőleg a világ talán egyik legkínosabb érzése, amikor a náladnál jóval izmosabb leányzók zavar, de kedves mosolygás közepette adják át neked a kondigépet, majd nézik végig, hogy hatalmas erőlködések közepette leveszed róla az általuk lazán kinyomott súlyok 90%-át. Hogy aztán rágyere, hogy a maradék tized sem tudott kitolni. De egyébként egész hamar megbarátkoztunk a helyel, és neki is álltunk aktívan edzeni. Főleg miután megtaláltuk az úgynevezett motivációs falat. A lényeg, hogy az egyik helyen, ahova járunk, van egy fal, tele különböző általam ismeretlen, de nyilván nagyon híres testépítő képeivel, mellettük pedig különböző Oravec Nórát meghazudtuló a mély motivációs idézetekkel, mint például: akinek fontosak a céljai, megoldásokat talál, aki nem, kifogásokat. Vagy mondjuk: nem az a baj, ha nem tudod elérni a céljaidat, az a baj, ha nincsenek céljaid. Vagy: akik feladják, soha nem lesznek legendák. A könnyű nap tegnap volt. A terem az a hely, ahol megtalálhatod önmagad. Megtalálhatod önmagad, érted? Megtalálhatod önmagad, te szent monetizáció, eddig nem is tudtam, de most végre rájöttem, hogy egy adag fehérje koktél és egy dülledő csukjás izom közé kell definiálnom magam. Hurrá! Ezek után pedig elkezdtünk azzal szórakozni, hogy amíg egyikünk nagy erőkkel végzi a feladatokat, a másikunk katonai kiképzőtiszt módjára kántálja neki ezeket az idézeteket. Az idézetek elég hamar átcsaptak különböző filmek búzdító monológiaiba. Emberiség! A mai napon ez a szó új értelmet nyer. Ma ismét meg kell küzdenünk a szabadságunkért. Azért harcolunk, hogy élhessünk! A puszta létünk a tét! Minden kalózat gyöngyre tekint most, hogy vezessük a harcot! És mi az, amit látnak? Ilyet patkányokat egy süllyedő hajón? Nem! Hősöket látnak! Akik szabadok! Narniáért! Azóta pedig leginkább a legszórakoztatóbb megoldását szoktuk választani a feladatnak, a mérges edző formulát. Ungvárszki, mit csinál? Ezt nevezi maga felülésnek? Ezzel rám hoz szégyent, Ungvárszki! Ha-ha, most nem Ungit mondtam, most nem köthettek bele! Mondja, Kristóf, ez az állatkert? Netán az állatkertben vagyunk most, Kristóf? Mert én itt csak egy nagy tohonya lajhárt látok! Hát igen, de higgyétek el, azért közben edzeni is szoktunk. Néha. És ezen a ponton szeretném megköszönni Zsérci Dávidnak, Specker Szilveszternek, Szőke Tóth Bencének, Kovács Lóránnak, Rácz Rihárnak, Vizárnak és Mörlinek, hogy voltak olyan jó fejek és elsőként lettek a patronjaim. Tökre izgultam, hogy milyen lesz a fogadtatás ennek az egész támogatós mokának, de az van, hogy megint kiderült, hogy tök jó arc emberek néznek. Ja, és egyébként a napokban túlestem egy bizonyos felvételin is, úgyhogy igen, a kövi videó bizony a Mi leszek, ha nagy leszek 2 című videó lesz, majd valamikor egy hónap múlva, amikor kiderül az eredmény. Egyébként meg jó nyarat mindenkinek, sziasztok! Stop!